sziasztok! Ugye új rész jön ki az Azok az idők sorozatból, és ilyenkor mindig szoktam szerzői ajánlókat csinálni, úgyhogy ehhez is kaptok. Ez az Annak ellenére kötet, ami hivatalosan a negyedik kötet, gyakorlatilag ugye az ötödik kötet, mert második kötetből, ha emlékeztek, kettő darabunk is van, Vica és Szonya szemszögéből, és most derül ki, hogy ez miért van így, mert hogy ebben a kötetben Vica és Szonya találkozik, úgyhogy Dimitrinek, Vicának és Szonyának a történetét viszi tovább. Ez egy viszonylag rövid időszakot körülölelő kötet. Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam benne arról, és remélem, hogy ti is erről fogtok gondolkozni, amikor olvastok, hogy mitől lesz egy ember ember, hogyan őrzi meg az emberségét, és az emberi kapcsolataink hogyan bírnak megtartani minket egyrészt egy morális keretrendszerben, másrészt pedig egy egészséges lelki állapotban, mert engem nagyon érdekel a pszichológiai devianciáknak az a fele, amikor igazából mindegy, hogy valós vagy vélt elmagányosodás miatt egyre radikálisabb és normabontóbb döntésekre jut valaki. Ugyanis szerintem én azt képzelem, hogy ez egy olyan lelkiállapot, amikor te ezeket nyilván igazolva látod, és nagyon érdekesnek találom azt a fajta gondolkodásmódot, ami eljuthat egy teljesen számunkra abnormálisnak tartott döntésnek a racionalizálásáig. Úgyhogy ez a kötet kicsit erről beszél, kicsit már elkezdtem elvarni a végső nagy finálé előtt a szálakat, szerintem aki véletlenül végigolvasta minden kötetet, és talán ezt még sorrendbe is tette, az már sejti, hogy mi az én állásfoglalásom erről a technológia per emberségről, és arról, hogy nem milyen jövőt tartok illomosnak, de mit látok, hogy milyen nehézségeket hozhat be az, hogyha a fejlődésünk egy bizonyos irányt vesz. Most ilyen kicsit virágnyelven, anélkül, hogy bármit spoilereznek, ennyit tudok mondani. Úgyhogy remélem, hogy majd adtok egy esélyt ennek a kötetnek, és tetszeni is fog nektek, ha nem zavart titeket az, hogy szokás szerint kicsit szókimondó vannak benne, pikáns jelenetek, mivel szerintem ez sokat árnyal a szereplők közötti dinamikán, és sokat bemutat egy-egy lelkiállapoton, illetve hát van benne brutalitás és vérengzés is, hiszen én írtam, és tudjátok, hogy nem szoktam cukiskodni, és hullanak nálam a fejek, és fröcsög a vér, úgyhogy ez ebben a kötetben is így van. De ha mindezek nem zavarnak, és emellett még valahol egy kicsit a moralizálásra is nyitottak vagytok, akkor remélem, hogy adtok neki egy esélyt, és ha pedig igen, akkor kérlek, írjátok meg.